dobáshoz. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket az Exatlon Hungary tábor kiadásában. A helyszín továbbra is változatlan, a faház kertje. A mai tét nem más pedig, mint három banán, mert más nem tudtunk összehozni. Egy csapatunk is van ugyebár, az a bajnok csapat, piros színekben, tudjátok a tétet. Mutatom a harcteret. Lássuk akkor, hogy miből áll az út a banánokhoz. Sípszóra fogunk hát nem sípszóra, fűtyre fogunk elindulni, vissza fogok számolni, és akkor indulhat. 3, 2, 1! Átbújunk egy hatalmas nagy égő kapun, átugrunk egy akadályon a szlalomozáshoz érkezünk meg. Jobbról balra, balról jobbra, végigfutnunk az utolsó kövön. Majd a tornácon egy hatalmas nagy fadarabot kell átcipelni a kövekhez, lehelyezni a kihelyezett négyzetre, megfogni a dobó eszközöket, 5 darab lesz lehetőség, és 3 darabot kell átdobni az égő, jelenleg nem égő, de alapból égő célponton. Hát sajnos az úriemberünknek egy sem sikerült, de megmutatta legalább, hogy hogyan nem kell csinálni. 3-at. Jó, a pontozó bírók látták, hogy esetleg sikerült az 3? Nem, sajnos nem ment át. Jól van, köszönjük, akkor majd a bajnokcsapat tagjai kicsit jobban fogják ezt bemutatni, remélhetőleg. Láttátok a harcteret, tudjátok a tétet, ismeritek a szabályokat. Kiválasztás most nem lesz, de kezdődjék a harc a banánokért! Nagyon jó ötletnek tartom, hogy itt a fiúk összeraktak egy házi akadálypályát. Itt is legalább van lehetőségünk egy kicsit szórakozva edzeni. Jó volt így kicsit tét nélkül. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni. Hey!